Mindazon viták, amelyek az érvényességgel, érvénytelenséggel kapcsolatosak, úgy gondolom, hogy másodlagosak. Hogyha úgyis mindegy volt, hogy érvényes vagy nem lesz érvényes a népszavazás, úgyis alkotmánymódosítás lesz. Hogy ez még nincs kész? Ezt nem állítottam, hogy nincs kész. Akkor mi van benne? Ha megengedi, akkor ma ezt a Fidesz elnöksége itthonjon előttem, de ma a Fidesz elnökség ezt meg fogja tárgyalni, és azt követően vennék igénybe az önök figyelmét, hogy ne kétszer kelljen, és ne legyen fölösleges. Természetesen most magával hozta, jól értem? Ott van a módosítás ön előtt? Akár még így is lehet. Megmutatja? Fogok megmutatni, de a lényeg az, hogy van egy tervezet, de a Fidesz elnökség, de ha elveszik tőlem a papírokat, akkor nem tudok tenni. Tehát a Fidesz elnöksége, mint említettem a bevezetőben, a mai napon fogja megtárgyalni az alkotmánymódosítást. 3.280.000 ember támogatja azt a kormányzati álláspontot, amely a kötelező betelepítési kvóták, felső határ nélküli kötelező betelepítési kvóták elkerülését igyekezett szolgálni. Tehát felső korlátos betelepítésben a kormány benne lenne? Mi mindenféle kötelező kvótát elutasítunk. Tehát mi azt mondjuk, hogy az Európai Unióra mi a belépéskor olyan hatáskört nem ruháztunk át, hogy ide bevándorlókat betelepítsen, és az Európai Unióban a menekültpolitika az közös politika, az közösségi hatáskör, de a bevándorláspolitika az tagállam. És miután itt ez a kötelező betelepítési kvóta javaslat, ez úgy telepít be embereket, hogy az eljárásokat is ide telepíti. Tehát magyarul itt kell eldönteni, hogy menekült vagy sem, ez önmagában egyértelmű tesz, hogy nem menekültekről beszélünk, hanem ide döntően illegálisan érkezett személyekről. Ezért mondjuk azt, hogy az Európai Unió túllépi a saját. De hát akkor Magyarország eldöntheti, hogy ezeket az embereket befogadja vagy sem. Tehát akkor senki nem kényszeríti ilyen módon semmit Magyarországra. Bocsánat, az Európai Unió hozott egy döntést. Közjogi következménye a népszavazásnak nincsen. Ez azonban azt jelenti, hogy az érvénytelen népszavazás miatt az országgyűlés hatáskörében marad a döntés lehetősége. Éppen ezért fogunk alaptörvénymódosításra javaslatot tenni. Alkotmánymódosítás szükségeltetik, ez azt jelenti, hogy a jelenlegi alaptörvény lehetőséget biztosít idegen hatalom számára, hogy korlátlanul telepítson be embereket a magyar kormány parlament jóváhagyása nélkül Magyarországra? Ugye az Európai Unió nem idegen hatalom, hiszen mi ez a közösséghez egyébként egy népszavazás eredménynek megfelelően csatlakoztunk. Idegen hatalomnak semmilyen lehetőséget nem biztosít. Akkor Brüsszelnek, így kérdezem. Azt a lehetőséget biztosítja, hogy az Európai Unió kötelező jogszabályi rendelkezései azok Magyarországon is érvényesüljenek.